Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai térségi koronavírus tájékoztatón. Itt vagyunk Mezőtárkányban, Mezőtárkányról jelentkezünk. Mellettem Tótné Szabó Anita polgármesterasszony, akivel a mai sajtótájékoztatót közösen tartjuk majd meg. Magyarország kormánya a koronavírus járványra való tekintettel 65. napja hirdette ki a veszélyhelyzetet egész Magyarország területére, 49. napja pedig kijárási korlátozást vezetett be, amelyet a kormányzat fokozatosan elkezdett az elmúlt időszakban feloldani, enyhíteni. Kezdjük ma a számunkra legfontosabbal, a megyei térségi koronavírus állapottal, helyzettel. Figyelem, fontos mondat következik, Heves megyében nincsen aktív fertőzött beteg. Ez egy jó hír és fontos üzenet számunkra. Összesen eddig a koronavírus járvány ideje alatt 17 Heves megyei illetőségű covidos betegről volt tudomásunk. A 17 Heves megyei illetőségű covidos betegből 12-en tartózkodtak Heves megyében, és kimondhatjuk, hogy mára ők is felgyógyultak, illetve meggyógyultak. Jelen pillanatban tehát, a mai napon Egerben és Heves megyében nincsen aktív fertőzött beteg. Köszönhető mindez az időben meghozott kormányzati és önkormányzati polgármesteri döntéseknek, és az Heves megyei polgárok fegyelmezettségének, hogy odafigyeltünk egymásra, és betartottuk azokat a szabályokat, amelyeket a kormányzat, illetve az önkormányzatok kihirdettek, illetve megalkottak. A Markóth Ferenc kórházban két megfigyelt gyanús beteg tartózkodik a mai napon, de már nekik is van egy negatív tesztjük. A kórház minden szükséges védőfelszereléssel és fertőtlenítő eszközzel rendelkezik, amely szükséges ahhoz, hogy a kórházban tartózkodó betegeket, illetve az egészségügyi dolgozókat megvédjük. A járóbetegellátás fokozatosan újraindul, a fekvőbeteg ellátásban a kisebb tervezett időpontokban végzett műtétekkel újraindulnak a sebészeti osztályok. A bentlakásos idős otthonoknak az ellenőrzése befejeződött, a fertőtlenítés 26 idős otthonban megtörtént, 4-nél pedig még folyamatban van, és volt, akik nem kértek fertőtlenítést, összesen 34 bentlakásos idős otthon van egyébként nálunk Heves megyében. Mind az ellenőrzés, mind pedig a fertőtlenítés, az természetesen a fenntartó személyétől függetlenül megtörtént, legyen a fenntartó akár állami, vagy pedig az önkormányzat. Ezek a körülmények mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy fokozatosan, szigorú szabályok szerint újraindulhat az élet Heves megyében és az egész országban. Heves megyében a kormányhivatal ügyfélfogadási rendje a következőképpen alakul. Május 13-ától a kormányablakokban az időponttal rendelkező ügyfelek fogadása mellett lehetséges a sorszámhúzás úgy, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt vagy lejáró okmányok ügyintézésére sor kerülhet. Május 14-től a járási hivatalok foglalkoztatási ügyfélszolgálatain az ügyfelek személyesen előzetes időpont foglalás nélkül is intézhetik ügyeiket. Természetesen mindezeket a járványügyi szabályok betartásával, távolságtartással és maszkviseléssel tudják megtenni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a közoktatás területén a megyében. Hiszen ugye a veszélyhelyzet ideje alatt országosan is átállt ez a rendszer a távoktatásra, az úgynevezett digitális oktatásra. Szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét, hogy arra természetesen mindenhol lehetőség van, hogy a gyermekeikre vigyázzanak az oktatási intézményben, tehát gyermekfelügyeletre lehetőség nyílik. Ezt úgy tudják megoldani, hogyha felhívják az iskolaigazgatót, és jelzik a szülők ilyen típusú igényüket, a gyermeket már másnaptól fogadják az iskolában, és a gyermek étkeztetése is ilyen módon megoldott,
én arra biztatom a szülőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, a gyermekfelügyelet lehetőségével az oktatási intézményekben. Az érettségi az tovább ment ezen a héten, folytatódott. Én azt tudom elmondani, hogy belevágtunk az érettséginek a lebonyolításába, az egy jó döntésnek bizonyult, hiszen ugye itt az érettségi felvételük is jelent egyben. Nyilván nagyon körültekintően, óvatosan és a vélemények kikérése után hozta meg a kormányzat, az oktatási kormányzat azt a döntést, hogy vágjunk bele az érettségibe. Ez azért fontos, mert ilyen módon a fiataloknak a tanulmányi előmenetele nem fog megtorpanni azzal, hogy esetleg kimaradt volna egy érettségi, vagy hogy ez később időszakban kerül lebonyolításra. Nos tehát, ezen a héten is folytatódtak az érettségi vizsgák, hétfői napon természetesen írásbeli formában és a járványi szabályoknak a betartásával. Hétfői napon franciából érettségiztek a diákok, kedden kémiából, illetve földrajzból, szerdán biológiából és társadalmi ismeretekből, csütörtökön különböző ágazati szakmai tantárgyakból, pénteken pedig énekzene és művészettörténet volt az, amelyik sorra került. Sok sikert kívánunk az érettségiző diákoknak. Nagyon fontos kérdés még a szülők részéről a táborok, a táboroztatás, a nyári táboroknak a kérdése. Azt tudom elmondani, hogy ebben még pontos döntés nem született, hiszen azt kimondhatjuk, hogy a tanév az június 15-éig egészen biztosan eltart, és a táborok utána tudnak megindulni. A tegnapi kormányinfón az hangzott el, hogy valószínűleg a napközis, tehát a nem ottalvos táborok megrendezése kerülhetnek, azoknak a szervezését megkezdhetik, természetesen majd június 15-e után, és az ottalvos táborok tekintetében pedig később lesz döntés, de mindenképpen még olyan időtávban, hogy fel lehessen készülni, mind a táborok megszervezésére, mind pedig a táborokban való részvételre. Nos, ezeket mindenképpen fontosnak tartottam hangsúlyozni, és azt is szeretném mondani, hogy noha úgy látjuk, hogy a helyzet olyan, hogy fokozatosan, szigorú szabályok szerint újra lehet indítani az életet itt Heves megyében, Eger és térségében, Füzesabony és térségében is, nagyon-nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a továbbiakban is betartsuk a járványügyi szabályokat. Viseljünk maszkot, amikor boltba megyünk, vásárolunk, hiszen ez kötelező is, amikor tömegközlekedési eszközön utazunk, vagy éppen taxiban, és amikor kimegyünk a szabad térre, vagy akár zárt térben is, tartsuk a megfelelő védőtávolságot, a másfél méteres távolságot a többi honfitársunktól, polgártársunktól. Óvatosan és fegyelmezetten kell élnünk azért az elkövetkezendő időszakban is, ahogy tettük az elmúlt hetekben, illetve hát már több mint 60 napja. Én magam önkéntesként is részt veszek a vírus elleni védekezésben, több településen fertőtlenítettem már, és időről időre pedig tiszteletdíjamból is felajánlást teszek olyan közösségek támogatására, akik példaértékű, példamutató munkát végeznek. A múlt héten Füzesabonyban az ottani Szent Flórián önkéntes tűzoltó egyesületet támogattam, ezen a héten pedig az EGRI, Agria speciális mentőcsoportot támogatom 100 000 forinttal. Ők egy nagyon komoly csapat, nagyon komoly alakulat, komoly munkát végeznek egyébként is, a koronavírus elleni védekezés időszakában pedig különösképpen. Úgyhogy köszönet érte, köszönet ezért a munkáért, és továbbiakban is jó munkát kívánunk nekik. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vesz a vírus elleni védekezésben és az élet újraindításában. Köszönetemet fejezem ki az egészségügyi dolgozóknak, a rendészeti, rendvédelmi szervek dolgozóinak, a pedagógusoknak, a tanároknak, azoknak, akik település vezetőként, polgármesterként segítik és irányítják a védekezést, a közigazgatásban dolgozóknak, és természetesen köszönöm mindenkinek, aki önkéntesként, vagy éppen adományok felajánlásával segít ebben a mostani helyzetben. Köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna mondani, és ezen a ponton át is adom a szót
Tótné Szabó Anitának, Mezőtárkány polgármesterének. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt vagyunk tehát Mezőtárkány községben, 1600 fős településen. A koronavírus elleni védekezés nagy kihívást jelentett Mezőtárkányban is. Március 14-én a kormányzati döntést követően magam is létrehoztam egy operatív bizottságot, amely azóta is a döntések előkészítésével segíti a döntéshozatali munkámat. Első intézkedésként március 16-án az óvodánkban rendkívüli szünetet rendeltem el határozatlan időre. Ez a szünet még jelenleg is tart, viszont kezdettől fogva biztosítottuk a gyermekek felügyeletét azon szülőknek, akik más módon nem tudtak a gyermekükről gondoskodni. Kezdetben volt igény néhány főre, majd nullára redukálódott, viszont most ismételten 6 gyermekre felügyelünk. Természetesen a járványügyi szabályok betartása mellett ezt 2 csoport szobában tartjuk, és fertőtlenítésre került az egész óvoda épülete. Mint ahogy most a hivatal épületének fertőtlenítésére is vasárnap került sor. Első intézkedések között a legfontosabbnak tartottam a fertőtlenítőszerek tisztálkodási, tisztítási szerek beszerzését és a lakosság részére mosható szájmaszkok megrendelését. Meglehetősen nehéz volt ezen beszerzéseket teljesíteni az első hetekben, úgyhogy rendkívüli erőfeszítést tettek mind a képviselőtársaim, mind jegyző úr, az intézményvezetők ebben a munkában. Bármerre, bárki bármerre járt, mindenféle készletet, mennyiséget megvett, ha 10 darabról volt szó akkor is. Ennek köszönhetően március végén a lakosság részére minden háztartásnak el tudtunk juttatni egy higiéniai egységcsomagot, 2 szájmaszkkal fejenként, egy kis leírással ugye a helyes kézmosásról, néhány útmutató melléklettel. Nagyon örült neki a lakosság, hiszen nekik sem sikerült beszerezni ugye a kézfertőtlenítőket vagy felületfertőtlenítőket hirtelen, tehát ebben a munkában élen jártunk, és nagy örömömre szolgált, hogy teljesíteni tudtuk hamar ezt a feladatot, ezt a magunk elé kitűzött feladatot. Természetesen az intézményeinket is elláttuk fertőtlenítőszerekkel, kézfertőtlenítőkkel, gumikesztyűt vásároltunk, szájmaszkokat, hiszen a gondozónőknek például naponta rendkívül nagy mennyiségű gumikesztyűre van szüksége, hogy az idősekhez biztonságosan tudjanak kimenni, megvédve őket az esetleges fertőzés veszélytől. A 65 éven felüli idős ellátottjaink és az ellátásban nem résztvevő idős lakosaink számára is biztosítjuk kezdettől fogva a bevásárlást, az egyéni segítségnyújtást igény szerint, gyógyszerfeliratást, gyógyszerkiváltást. A szociális étkeztetésben résztvevő idősek számára pedig egyszerhasználatos edény, eldobhatós edényben szállítjuk ki az ebédet, tehát nem kell bejönniük az ebédlőbe az elszállításuk, meg az ebéd elszállítás miatt. Arra törekszünk, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy tényleg maradjanak otthon az idősebb emberek és a krónikus betegek, az róluk való gondoskodás folyamatosan megoldott. A gyermekek részére, mind az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére is március 16-ától folyamatosan biztosítjuk a napi 3-szori étkezést, egyszer használatos, eldobható edényben vihetik el az ebédlőből, a konyháról az ebédet. És hát nagy örömmel szolgál, hogy igen, sokan igénybe veszik ezt a szolgáltatást, így ugye biztonságos, biztosított az ellátásuk. Népkonyha is működik településünkön, ez most szerintem kifejezetten jól jött ebben a nehéz időszakban, és itt is arra törekedtünk, hogy a 70 éven felüli időseknek mi magunk szállítsuk ki az ebédet. Természetesen önkormányzati dolgozói kapacitással nem rendelkeztünk ehhez a feladathoz, ezért önkéntesek bevonását kellett igénybe venni, és ez is nagy örömmel szolgál, hogy nagyon sokan jelentkeztek erre a feladatra, és nagyon szívesen végezték és végzik mai nap is ezt a tevékenységet. Úgyhogy köszönöm nekik is ezt az önkéntes segítséget. Az intézményvezetőink is maximálisan helytálltak ebben a nehéz időszakban, és hát folyamatosan is jelen vannak, itt vannak, segítik a munkámat és az önkormányzat védekező munkáját.
Minek okán elég nehéz volt beszerezni a szájmaszkokat, mint mondtam már, ezért úgy döntöttem, hogy a közfoglalkoztatási programunk keretében működő varrodánkban elkezdjük a szájmaszkok gyártását. Ez folyamatosan is működik, úgyhogy most például a kisgyermekek részére színesebb anyagból, kis kedves mintával varjuk a szájmaszkokat. Talán épp a napokban el is tudjuk kezdeni kihordani, fejenként 2 darabot tervezünk, ugye ez fertőtlenítő és mosható, hiszen itt egy kis faluhelyen nagyon nehéz beszerezni mindenkinek ezeket a dolgokat, ezeket a védőfelszereléseket, és minek okán már kötelező használni ugye boltokban. Ezért úgy gondoltam, hogy mi magunk biztosítsuk a helyi lakosok számára azt a feltételt, hogy biztonsággal tudjanak közlekedni a megfelelő védőtávolság betartása mellett. Minden hétvégén és ünnepen magam is ellenőriztem naponta 4-szer a település forgalmát, úgymond a kijárási korlátozás idején, és el kell mondjam, hogy rendkívül fegyelmezett a lakosságunk. Minden intézkedést, minden felhívást betartanak. Nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök ennek, hiszen például a húsvéti ünnepkörben, ami azért elég nehéz időszak volt, úgy gondolom, országos szinten, vagy mindnyájunk számára, és el kell mondjam, hogy a lakosság rendkívül fegyelmezetten, tényleg otthon tartózkodott. Olyan csend, rend és nyugalom volt a településen, amely nagy örömet okozott számomra. Ennek is köszönhető nyilvánvalóan, és az egész országban jelenlévő fegyelemnek is köszönhető, hogy a járvány ilyen szépen ellaposodott, nem vagyunk veszélynek kitéve. Az külön öröm, hogy Heves megye ilyen jól szerepelt, úgymond, és ténylegesen nem kell attól nagyon tartanunk és félnünk, hogy a családtagjaink megbetegszenek. De természetesen ehhez kellettek a kormányzati intézkedések, és kell a lakosság magaviselete, hogy mindent betartson, és hát természetesen az is kell, hogy mi, kormányzati szervek, önkormányzati dolgozók, az egészségügyben dolgozók segítsük a lakosságot ebben a tevékenységében, az életvitel ilyen módon való folytatásában. Természetesen néhányan azért nehéz helyzetben kerültek településünkön is, hiszen elvesztették a munkahelyüket. Vagy éppenséggel maguknak kellett felmondani annak okán, ugye, hogy a gyermekek felügyeletét nem tudták másképpen hosszú távon megoldani. Hát ezért sokan jönnek hozzám segítségért, rendkívüli települési támogatás igénnyel. Nyilvánvaló, hogy most egy kicsit nagyobb támogatást kell adni ahhoz, hogy átvészeljék ezt az időszakot, vagy akár a közfoglalkoztatási programba majd bevenni őket, amikor most már az ügyeleti rendszer működik, és szívesen viszik a gyerekeket. Az egyértelmű és érthető, hogy egymagában egy gyermeket nem akart valaki az óvodában elhelyezni. Tehát arra is volt példa, hogy ilyen esetben a önkormányzati dolgozókat tekintve otthoni munkát is engedélyeztem néhány személy részére, hát akinél biztosítva lehetett az otthoni munkavégzés eredményessége. Tehát mindenféle eszközzel próbáltuk segíteni a lakosságot a megélhetési gondokban, és hát jelentős rendkívüli települési támogatás kifizetésére is sor került. Ha a nagyságrendet szeretnék mondani, akkor azt kell mondjam, hogy már az egységcsomagok, a háztartási higiéniai egységcsomag és a pénzbeli vagy természetbeni juttatások összege az 5 millió forintot már meghaladta. Hát ez nyilván nem kis nehézség településünknek, de azt gondolom, hogy az egész évet átgondolva, az egész éves működést átgondolva prioritást kell élvezzen a lakosság megsegítése, és nyilván egy kis áttervezést kíván majd az éves működésben. Pont azért, mert nem tudjuk azért, mi vár még ránk, és hány családon kell segíteni, az önkormányzati képviselők és az operatív bizottság javaslatára egy adományszámlát hoztunk létre az önkormányzat alszámlájaként, és erre várjuk az adományokat annak érdekében, hogy a rászoruló családoknak majd tartós élelmiszercsomagot is tudjunk adni. A képviselők, az intézményvezetők és jó magam is adományokkal segítjük ezt a helyzetet, és reméljük, hogy vállalkozók és magánszemélyek is csatlakoznak majd ehhez. Eddig is sok segítséget kaptunk, én szeretném megköszönni mindazoknak a tevőleges munkáját, az adományát, mindenféle segítségét, különösen az önkéntesekét,
akik ebben a nehéz helyzetben a segítségünkre voltak. És itt hagyj köszönjem meg Nyitrai képviselő úrnak a közbenjárását, melynek köszönhetően a Béres ZRT-től béres cseppeket kaptunk, melyet dr. Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés elnöke juttatott el településünknek. A döntésem értelmében a gondozásban résztvevő személyes gondoskodást igénylő betegeink vagy ellátottjaink kapták meg ezt a csomagot. Tettünk mellé mi is egy kis kézfertőtlenítőt, szájmaszkot még, úgyhogy nagyon örültek az idősek ennek az odafigyelésnek, minek okán nyilván az immunrendszerük védelme, mit segítjük meg, és így a védekezésben, a járvány elleni védekezésben ők prioritást élveztek. Nagyon kedves telefonok érkeztek, megköszönték az odafigyelést, és tényleg azt érzi a lakosság, hogy figyelünk rájuk, mindig megkeressük őket egy-egy kis figyelmességgel, leírással, útmutatással, amit nagyon jó, hogy betartanak. Azt örömmel jelentem, hogy az önkormányzatunknál a polgármesteri hivatal folyamatosan tudott működni, nem betegedett meg senki, természetesen a járvány nem ért ide, viszont a rendezvények elhagyása mellett azért az egyéb pályázataink megvalósítása is folyamatos, tehát a fejlesztések sem maradnak el. Jelenleg 12 önkormányzati épület felújítása folyik, melynek keretében szociális bérlakásokat is alakítunk ki, és az építkezések is zavartalanul tudtak működni, tehát a járvány veszély úgymond nem okozott fennakadást. Ez azért fontos, hiszen a lakosság is várja már azokat az eredményeket, amelyet ugye előrevetítettünk, és ugye elkezdődtek a folyamatok. Tehát ez is egyfajta megnyugvás, egy biztonságérzet, úgy gondolom a lakosságnak, hogy medrében halad az élet, és semmilyen pánik hangulatra nem adott okot a körülmény. Mindösszesen 7 fő tartózkodott a településünkön március 16-ától hatósági karanténban, jelenleg is vannak 2, őrájuk is fokozott az odafigyelésünk, számukra is juttattam el higiéni egységcsomagot, folyamatosan keresem őket telefonon, személyesen is ugye kapunk keresztül, megkerestem őket, elbeszélgettünk, hál' Istennek nem igényeltek személyes odafigyelést és kiszolgálást, mert családtagjaik megoldották ezt. Amivel még tudtuk segíteni a lakosságot jelentős mértékben, az az volt, hogy az önkormányzat saját erejéből, illetve pályázati támogatásból adható tanulói ösztöndíjak kifizetését egy kicsit korábbra hoztuk. 2,5 millió forintot korábbi időszakban fizettünk ki a családok számára, ami úgy gondolom, hogy szintén nagy segítség lehetett ebben a viszonylagosan mégiscsak nehéz időszakban. Örülök annak, hogy egészséges mindenki, nem volt nagyobb fennakadás semmilyen téren, az orvosi ellátás is zavartalanul működött, természetesen a járványügyi szabályok betartása mellett. Úgyhogy én nagyon köszönöm a lakosságunk hozzáállását is, hogy fegyelmezetten élték meg az eddigi időszakot, és nagyon bízom abban, hogy a jövőben is egészségben, békességben, fegyelmezetten tudunk élni. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen polgármester asszonynak a tájékoztatását. Ezeket az információkat kívántuk ma önökkel megosztani a térségi koronavírus tájékoztatón. Én szeretném megköszönni a Heves-megyei polgároknak a fegyelmezettségét és türelmét ebben a helyzetben, mindenkinek pedig a segítségét. Továbbiakban is vigyázzunk egymásra!